Egy tervezet szerint a kormány megkívánja határozni, hogy hány hétvégi napon dolgozhat egy munkavállaló. Az MSZP szerint a Fidesznek nem a vasárnapi boltzárat kellene visszahoznia, hanem a dolgozók 100%-os vasárnapi bérpótlékát, amelyet ők vettek el. Gőgös Zoltán kiemelte, ha kell, akkor újra aláírást gyűjtenek, hogy legyen népszavazása a vasárnapi boltzáról. Most újra kiderült, hogy a fiúk nem tettek le arról, hogy elvegyék a vasárnapot az emberektől. A Fidesznek először a 100%-os pótlékot kellene visszaadnia, mielőtt ismét hozzányúl a vasárnapi nyitvatartást szabályozó törvényhez, mondta Gőgös Zoltán, az MSZP politikusa. Kijelentette, ha kell, újra kezdik az aláírás gyűjtést, és megpróbálják megakadályozni azt, hogy a boltokat ismét zárva tartsák vasárnap. Születik egy olyan törvény, amit most így ki lehet olvasni Kósa Lajos szavaiból, amelyel indirekten megint szabályoznák. Akkor mi fog történni? Tehát megint be fogják adni a népszavazási kérdést? El kell indítani egy új népszavazási kezdeményezést, már azzal a törvénnyel kapcsolatban, viszont annak a gyűjtéséhez megfelelő háttérbázisunk lesz. A párt elnök helyettese elmondta, megtartják a népszavazást támogatók adatait, így gyorsan elérhetik őket, ha bármilyen meglepő kezdeményezéssel áll elő a Fidesz. Pontosan milyen szabályzást fogunk megalkotni, arra most nem tudok válaszolni. Kósa Lajos azt mondta, több javaslat van az ügyben. Köztük az, hogy csak meghatározott számú napon kelljen dolgozni, azaz mindenki nyitva lehet, de a munkavállalónak például csak 6 vasárnapi kötelezettsége legyen. A Fidesz frakcióvezetője szerint a szombati munkavégzéshez is szabályt kell kötni, hogy a kereskedelmi dolgozóknak ne töredezzen szét a hétvégi munkarendjük. Számos szabályozási kérdés van, különböző alternatívákról beszélünk az érintettekkel. A VOSZ főtitkára viszont azt mondta, fogalma sincs, kivel tárgyalhat a kormány. Velük biztosan nem, tette hozzá, majd kijelentette, több javaslattal is előállnának, ha a kormány mégis kikéri majd a véleményüket az ügyben. A havi egy vasárnapi pihenőnap helyett legyen 2 egy hónapban, amit ki kell adni, és a fennmaradó másik 2 vasárnapon úgy osztozkodjon a munkaadó és a munkavállaló, hogy az egyiken berendelhető a munkavállaló, a másik viszont csak önkéntes alapon működik. A törvényjavaslatot a kormány összenyújtja be majd a parlamentnek.